Foglalkoztatóterem, pihenőszoba, csomagmegőrző, ruhaszárító, ilyen helységek és eszközök is találhatók az Oltalom Szeretett Szolgálat újonnan megnyílt részlegén. Ezen a telephelyen eddig nappali melegedő népkonyha, átmeneti szálló, hajléktalanok otthona és szenvedélybetegek nappali ellátása zajlott. 2017-től pedig fejlesztő foglalkoztatást is biztosítottak a rászorulóknak. Most, hosszú előkészületet követően, pszichiátriai betegek nappali ellátását is végezhetik az intézményben. Erre egyrészt a profiltisztítás miatt is szükség volt, hiszen sokan jönnek a nappali melegedőbe, és a nappali melegedőben sokféle ember fordul meg. Olyanok is, akik szenvedélybetegséggel, olyanok is, akik pszichiátriai problémákkal küzdenek. Erre a szociális szakma nem tud egyedül jó választ adni, és egy ilyen szolgáltatási portfóliót dolgoztunk ki. A megnyitón elhangzott, a részlegen hétfőtől péntekig tartózkodhatnak a betegek, a napközbeni tevékenységek mellett szakorvosi segítséget kapnak pszichiátriai problémáik kezeléséhez. Az intézményben korábban felmérték a mentális problémákkal küzdők arányát. Ennek eredményeként akkor több mint 100 pszichiátriai betegséggel küzdő ellátott került a látóterükbe. A részlegen jelenleg 30 fő felvételére van engedély, a bekerüléshez pedig szakorvosi javaslatra van szükség. A kiválasztás az úgy történik, mivel valóban sokkal többen vannak, akiknek ilyen típusú ellátásra szükségük lenne, hogy igyekeztünk azokat kiemelni a többi részlegből, akik a leginkább nehezen birkóznak meg a tömeggel, hogy itt azért mégis egy kicsit zártabb helyen kevesebben vannak egy légtérben, illetve nyilván mivel van szenvedélybeteg ellátásunk is, aki szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg is, az inkább ugye elsősorban a szenvedélybetegek nappali ellátását vesz igénybe, akinek pedig inkább csak kizárólag pszichiátriai problémái vannak, ők pedig ezt a részleget veszik igénybe. De nyilván valahol muszáj volt meghúznunk a határt. A megnyitón Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere is részt vett, aki szakmai mérföldkőnek nevezte a pszichiátriai részleg kialakítását, továbbá megköszönte az evangélikus egyház által fenntartott intézmény szociális szerepvállalását. Önmagában az önkormányzat egyedül mindent megoldani nem képes. Erre vannak a partnereink, egyházak, civil szervezetek, akikkel adott esetben, mint most itt az Oltalom Szeretett Szolgálat esetében, kötelező feladatra is szerződünk, amely az önkormányzatnak kötelező feladata, de úgy gondoljuk, és a bizonyított tény, hogy ezt egy másik szervezeti keretek között sokkal jobban és hatékonyabban, és akár szakmaiban is meg lehet oldani. Így már több évtizedes szerződés köt bennünket az Oltalom Szeretett Szolgálathoz, amelynek a középpontjában hajléktalanok ellátása áll, mindenféle ellátása és szolgáltatása. Számunkra olyan hozzáadott értéket ad az Oltalom Szeretett Szolgálat, akár pályázati forrásokat, akár a lelki többletet, a gondoskodó odafigyelést, amit lehet, hogy már az önkormányzat ilyen nagy óriás rendszerben nem tudna már ilyen magas színvonalon bevállalni. Az Oltalom Szeretett Szolgálat célja, hogy a részleget tovább tudják bővíteni. Az ehhez szükséges előkészületek már zajlanak, így a tervek szerint további 15 fő ellátását tudják majd vállalni a szakemberek.